A kultúra nem csak hazánkban, hanem szerte a világon van. A kultúrát közvetítik. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Nem véletlen a választás. Az 1989 óta ünnepelt jeles nap Kölcsey Ferenc nevéhez fűződik, aki a kézirat szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A nap alkalmából az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Operaház nagyköveti programjába becsatlakozva szerveztek előadást a szekszárdi Garai János Gimnáziumban. Igazából az első olyan magyar zeneszerző, nem fogok zenetörténet olyan tartani, mert a hangszerekről kell most beszéljek. Az első olyan magyar zeneszerző, akit már magyarként ünnepelhetünk, az ugye Erkel Ferenc, aki a mai nap apropóján mondhatjuk, a himnusz megzenésítette. A mai napra a feladat vagy a kérés az volt, hogy a zenekarról és az hangszerekről beszélgessünk. Mint az Operaház nagykövete, én zenészként vagyok nagykövet, tehát én 30 évig ott ültem a zenekarban, úgyhogy itt most a reneszánsz kortól a mai zenekarig áttekintjük, hogy milyen hangszerek voltak, hogy fejlődnek, és erre példákat meghallgatjuk a különböző hangszereknek a sajátosságait, hogy milyen zenét, milyen hangszer jó kísérni, és hát ezek a hangszerek, ezek mire képesek, és hogy tudnak együttműködni. Szó fog kerülni a programban arról is, hogy a magyar komoly zene hogyan fejlődött, és a végén pedig itt egy diák segítségével Bartók Béla Három Csíkmegyei Népdal című művét fogjuk eljátszani, ezzel tisztelegve a magyar népzenének és a magyar zenének. Ezek ugye a mai valós hangszerek. Ezen a képen már annyira jól nem lehet látni, de azért kivehető, ha másból nem a hangoló kulcsokból, hogy négy húrja van, kivéve jobb oldalon a nagybőgőt. A nagybőgőből kétféle változat van, van egy négy húros, van egy öt húros. Vajon miért van öt húros nagybőgő? Azért van öt húros nagybőgő, azon van még egy még mélyebb húr. Az öt húros nagybőgőnek a teste is nagyobb, és azzal tudnak még mélyebb hangot előállítani. Ezek az öt húros bőgők, ezek csak a 19. század végén kerültek vissza a valós hangszerek közé, mert ugye az előbb szó volt róla, hogy régen hat húrosok voltak eleve. A bécsi klasszikus korban, ami számunkra a mérvadó, akkor lett minden valós hangszer négy húros, és aztán amikor a romantika kezdte a korlátait feszegetni, akkor szükség lett arra, hogy legyen még mélyebb, és már nem volt rá lehetőség a négy húrban, és így lett ez a ötödik húr rátéve a nagy bőgőre. Kulcskérdés még mindig, hogy a műfajt a fiatalok is megszeressék, megismerkedjenek vele, ne tartózkodjanak tőle. Ezért az előadás célja az is volt, hogy az újabb nemzedékek kedvet kapjanak a komoly zene hallgatására. Ennek a programnak a feladata és a célja, hogy egyrészt megismertesse, másrészt bevonza, Szekszárd sincs olyan messze Budapesttől, bevonza a fiatalokat, hogy ne azt mondják, hogy az hülyeség, és nem foglalkozunk az operával vagy a komoly zenével, hanem ismeretlenül mondják ezt, hanem jöjjenek oda, és egyszer tapasztalják meg. Én az ország sok részén voltam már ilyen programokat, előadásokat tartani, és nagyon büszkén mondhatom, hogy Szekszárdtól Kisvárdáig mindenfelől sikerült 30-40 fős csoportokat eljuttatni az Operaházba, és akkor, hogyha már egy ilyen csoport eljön, és abból a 30-40-ből 5 fog a szüleivel esetleg visszamenni, akkor már eredményt értünk el. Hát a cél ez. Mindenféleképpen arról szeretnék beszélgetni velük, hogy mennyivel másabb, és az emberi lélekre mennyivel megnyugtatóbb az, hogy nem ezeket a állandóan csak fülsértő és nagyon hangos zenéket hallgatjuk, hanem ez megnyugvást okoz, lelki nyugalmat okoz, és milyen a komoly zene, és milyen módon tud hangulatokat visszatükrözni, milyen módon lehet a énekléshez, a baletthez, vagy az önálló zenéhez kapcsolni a hangszereket és ezeknek a hangszíneit és sajátosságait. Alján működik, de ezt ki lehet számolni, ki lehet mérni, meg lehet készíteni, kimegyünk az udvarra, kivágunk egy fának a vastag ágát, meg lehetne faragni,
és lehet belőle csinálni egy hajlító dobóát, fólát, bármit. Mert le tudjuk másolni. Még szólna is. Csak hát a fa a nedvességből él, és a fafúvós hangszerbe ugye fújjuk, azért fúvós hangszer, fújjuk bele egyfolytában a levegőt, és az a levegő, amit az ablakra ráfújunk mondjuk, abból ott pára lesz, és tudunk rajzolni bele egy szívecskét, vagy egy napocskát. Na most a hangszerbe belefújjuk, az a pára ugyanúgy oda kerül. Ha most itt a udvaron levő diófa ágából csinálnánk egy klarinétot, akkor lehet, hogy két hét múlva nőne rajta egy ágacska. Mert a nedvesség életben tartja. Most ahhoz, hogy ezeket a eleve speciális fákat felkészítsék arra, hogy hangszerként üzemelhessenek, ezeket meg kell ölni. Megvan ennek a módja, ezt minden hangszerkészítő titokba tartja, hogy pontosan milyen eljárással, de különböző olajokba kell áztatni, aztán hosszasan szárítani, kiölni a fának az összes olyan apró erezetét, ami az életét biztosítja, ami felszívja a vizet és égeteti a fát, és akkor lehet belőle hangszert csinálni.